Sziasztok, sziasztok! Most az 1990-es Sega Arcade játéknak, a Bonanza Bros-nak a Mega Drive-os verziójával fogok játszani. Ezt az egyet választottam ki ehhez a videóhoz, egyébként pedig talán több értelme lett volna, hogyha összehasonlítom több különböző platformos változattal, mivel hogy elég sokra jelent meg, például a C64-esre is, és mivel hogy a C64-essel nőttem fel, és az a kedvenc gépem, ezért talán azt is külön be kell majd mutatnom. Ott van a Master System verzió, ami nem sokkal marad el minőségre a Mega Drive mögött, és ott van az eredeti arcade is, de az eredeti arcade-del nem igazán szeretek játszani, mivel hogy egy kicsit talán túlságosan is jó, grafikailag, nem tudom ezt hogyan elmagyarázni, engem egy kicsit irritál az, hogy túl nagy a felbontása, és túl sok szín van benne. Szerintem még talán jobban is van megoldva a Mega Drive verzió, ezért jobban is szeretek vele játszani, és hát, hogyha egyet kell választanom, az összes közül, és én egyet választottam, akkor a Mega Drive-ra esik a választásom. Szóval ezt a videót fogjátok látni, erről fog szólni az egész. Íme! Oké, szóval a szokásos logóval kezdjük, és egy nagy-nagy Bonanza Bros kezdő képernyővel, ami igazából csak annyit vár el tőlem, hogy egy start gombot lenyomjak, szóval egyelőre nem nyomom le, csak azért, hogy megmutassam ezeket a képeket, mert ez úgy nagyjából rámutat arra, hogy milyen minimalista stílusa van ennek a játéknak, ami egy jó dolog szerintem, mert szerintem jobb az, hogyha egy játéknál minél kevesebb színből hozunk ki, minél többet, mint az, hogy megpróbáljuk ugye a gépnek képességeit teljes egészében kihasználni olyan technikákkal, amik hát a sprite-okat valami iszonyatos dzsumbújjá teszik. Nem azt mondom, hogy nincsen színekben bővelkedő és jó pixelezési stílus, de én nagyon kedvelem azt, hogy egyszerű technikákkal jót létrehozni. Néha még azon az áron is, hogy mondjuk egy kicsit limitált sprite-okat hozunk létre, de jól felismerhetőket. Szóval ez mindenféleképpen egy ilyen csillagos ötös ez a játék, mert nem komplikálja túl a grafikát, viszont jól használja a színeket és jó pixel technikát használ. És hangilag sem rossz igazából a játék, szóval audio-vizuálisan egy egészen jó élmény, és mivel hogy egészen egyedi, ezért igen, szóval ez mindenféleképpen egy pozitív dolog ezzel a játékkal kapcsolatban, ez egy felismerhető játék igazából ebből a szempontból, és ez egy fontos dolog igazából, hogy megvannak a saját egyéni stílusjegyei. De hát mi ez a játék? Hát, mint ahogy látjátok, az a feladatunk, hogy bevonuljunk egy épületbe és kiraboljuk csontig, ugye elvegyük azokat a kincseket, amiket kijelöltek nekünk, és amik igazából ott vannak a térképen, hogy össze kell őket szedegetni. És így szépen, viszonylag haladó tempóval így megpróbáljuk ugye kicselezni az őröket. Ez többnyire úgy történik, hogy ugye nincsen egy halálos fegyverünk, de azt használjuk, egy ilyen kábító fegyverünk valami. Így szépen hatástalanítjuk őket. De hát ők éleslőszerrel támadnak ránk, szóval ez nem egyáltalán nem egy fair játék. Minden esetre, hogyha ilyen játékszabályokkal játszunk, akkor ezt kell elfogadnunk. A lényeg az, hogyha összeszedtük az összes összeszedni valót, akkor
szépen el is tudunk légballonozni. Hoppá! Kerülni kell azt, hogy túl nagy zajt csapjunk. Viszonylag haladjunk tempósan. Á, és kerüljük el azt, hogy lelőnek minket, vagy megtámadnak valahogyan. Hoppá! Mindenesetre a visszafelé út szerintem egyszerűbb lesz. Na igen, az ellenfél golyóit kell kerülni. És van olyan viszonylag egyébként, hogyha tempósan haladunk és nem hagyjuk, hogy megállítsanak minket mindenféle hülye indokokkal, akkor olyan sok panaszunk nem lesz. És a legtöbbször igazából elég csak úgy kikerülni vagy lefutni az ellenfelet. De az alapszabály az, hogy akkor támadjunk, amikor nem figyelnek, vagy éppen másfelé figyelnek, használjuk ki ugye az összes adódó alkalmat. Platty. És szépen összeszednek minket. Egy kicsit kell egyébként, hogy ugye mivel, hogy ez egy eredendően inkább két játékos játék, ezért osztott képernyős. És hát igazából ugye a fél képernyő el van foglalva a másik játékosnak a képernyőjével. Annak pedig nem nagyon örülünk. Ajjaj, lelőttek minket. Na, ezeket az amatőr hibákat kéne elkerülni. De hát... haladjunk inkább tovább. Ezen nem tudom, hogyan kell tovább menni. Ez az első pálya, ami számomra komoly kihívást jelent, és valószínűleg ezért is fogom itt abba hagyni. Kapok egy Game Over képernyőt, de igazából ugye több kreditem van azért ennél. Ugye rögtön jön ez a Continue. És szerintem érdemes még egyszer megpróbálnom, de azért nem fogom az összes Continue-at kihasználni. Nem fogom az összes kreditemet kihasználni. Hát maradjon ez egyelőre, nem tudok ezzel mit kezdeni. Akkor vissza kéne mennem valahogy. Hoppá. Nekem ez totál zsákutca. Oh, shit. Betanulós, ez a játék is betanulós sajnos. Abban nem vagyok jó. Legalábbis időben sose, ugye a retro játékoknak van ez a nagy hátránya, hogy ugye iszonyat türelmet és iszonyat idő investálást igényel igazából. Mindenesetre azért megpróbálkozunk megint ezzel. Á! Még a cuccaim is ott maradtak.
Oké. Szerintem ennyi elég a Bonanza Bros-ba, ez egy nagyon jó játék, csak két játékossal kellene játszani, és ugye egy kicsit előre rá kellett volna jönnöm, hogy hogyan kellene ezt a kaszinó pályát játszanom. De a lényeg benne van igazából, ez egy érdekes kis minimalista, kicsit Blues Brothers-re hajazó valami végülis a Brothers, szóval nem tudom, gondolom az inspiráció az egy kicsit onnan van. Meg a napszemüveg, ugye. De mondom, két játékos az mindenféleképpen szerintem egy nem kötelező, de egy ajánlott dolog ennél a játéknál. És hát abszolút, szóval hogyha valakinek pont párosban akar játszani, annak mindenféleképpen ajánlom. És hát ez egy szép játék, egy jól kidolgozott játék, nincsen, szóval nem egy rossz ötlet, vagy egy nagyon átlagos ötlet ez a játék. Ugye eléggé, manapság eléggé ritkán lehet olyan játékot látni, ami kimondottan nem az ellenfélnek a legyőzéséről szól. Ugye, hogy legalábbis akciójátékoknál, hogy nem az ellenfélnek a lemészárlásáról szól, hanem csak az, hogy összeszedjünk tárgyakat és elspurizzunk, vagy akármicsoda. Nincsenek mostában játékok mesterségekről, még akkor is, hogyha az a mesterség a besurranó tolvaj akarna lenni. Na mindegy, ez a lényeg, eddig tartott a videó, nem akarom túl sokáig húzni. Like, dislike, komment, oda lehet, sziasztok!